Én Monokon születtem, de engem életem legelső emlékezetei. Kossuth Lajos szobrát születésének centenáriumán 1901-ben állítatta a Sátoraljaújhelyi képviselőtestület. A 3 méter magas műkő talapzaton álló 2 méteres bronzszobor alkotója Gárdos Aladár szobrászmű. Az aljzaton 2 zászlót tartó magyar látható. A talapzat hátsó oldalára Kossuth Lajosnak Turinból írt levélrészlete került. Büszke vagyok arra, hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhetem.